Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Hubay Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Üdvözlöm elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! A legfrissebb járványügyi adatokról mit lehet elmondani megyénkben, hiszen Magyarországon és megyei szinten is természetesen a koronavírus járvány ellaposodni látszik? Hála Istennek, megéltük ezt a szakaszát a járványnak, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen amikor még elkezdődött, nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Nem voltunk tisztában azzal, hogy milyen következménye lesznek a járványnak, és hogy milyen hatása lesz ennek hazánk egészségi állapotára, és milyen maradandó károkat okoz, akár az egészségünkben, akár pedig a nemzetgazdaságban. Azt láttuk, hogy le kell állni a gazdaság egy részének mindenképpen, és csökkenteni kell a kontaktok számát, hiszen ezzel lehetett kordában tartani leginkább, és azt gondolom, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye kifejezetten jól teljesített ezen a téren, hiszen mára mindösszesen 26 megbetegedésről tudunk, amelyet igazolt a vírusteszt is, és Jász-Nagykun-Szolnok megye ebből a tekintetből mind a megbetegedések, mind a gyógyultak számát illetően azt mondhatom, hogy a jól teljesítők között áll. Az, hogy most az országos adatok hála Istennek csökkenő tendenciát mutatnak, teljes mértékben nem nyugtat meg bennünket, hiszen a világban még mindig emelkedik a járvány által megfertőzöttek száma, és ez hosszú távú és elnyúló következményekre ad következtetéseket, és ezek a következtetések ezek magukban hordozzák azt is, hogy vajon mikorra tudnak helyreállni azok a kapcsolatok, amik mind nemzetgazdasági, mind pedig a társadalmi kapcsolatok tartása terén nagyon fontosak voltak számunkra. Mit lehet tudni a Jász-Nagykun-Szolnok megyei védelmi bizottság ajánlásáról azoknak, akik a COVID-19 járvány elleni megyei szintű védekezést szeretnék támogatni? Ahogyan a megyei védelmi bizottság ajánlásából az első körben kijött és a közvélemény tudtára adtuk, szerettük volna, hogyha a Jász-Nagykun-Szolnok megyében a járványügyi ellátásra kötelezett Hetényi Géza Kórház alapítványa kaphatja a támogatásokat, és nagyon komoly összefogás indult a megyében, és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat is több százezer forintot adományozott a közgyűlés képviselőin keresztül a Hetényi Géza Kórház alapítványának. Ezt követően a második körben már felhívtuk minden más megyei kórház alapítványának támogatására a közvélemény figyelmét, hiszen a járványügyi feladatokon kívül a Hetényi Géza Kórház más nagyon komoly teljesítményeket is maga mögött tudhat, de ott van a MÁV kórház is, ott van a karcagi K.T. Gábor kórház, a mezőtúri és a Jászberényi kórház is, és ezeket a kórházakat is megfelelő módon lehet alapítványaikon keresztül támogatni. Ezt követően pedig felhívtuk a szociális ellátórendszerben, az idős gondozásban résztvevők támogatására és a figyelmet, hiszen az adónk 1%-ával ezeknek az intézményeknek is tudunk segíteni. Milyen gazdaság élénkítő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban a megyében, illetve a térségben is, melyek várhatóak az elkövetkezendő időszakban? Még visszakanyarodnék az egészségügyi fejlesztésekre, hiszen látjuk dr. Berko Attila kormánybizott úrral, ahogy körbejártuk a megye kórházait, mind az 5 kórházban nagyon komoly felkészülés zajlik arra, hogy a betegek ellátása magasabb szintű és még komolyabb és az Európai Unióban elvárt minőséget mutasson. Valamint ezen túl pedig a társadalom és a közösségek is vállalkoztak arra, hogy fejleszték a gazdaságukat. És a megyében többek között az erősségünket, az ökoturizmust támogató beruházások vannak az élen. De annak idején, amikor a település és területi operatív programok tervezése zajlott az országban, akkor mindenki, minden megye gondot fordított arra kisebb-nagyobb mértékben, hogy a munkahelyteremtésre milyen pályázati összegek állnak rendelkezésre. Ez Jász-Nagykun-Szolnok megyében kiemelt jelentőséggel bír, hiszen tudjuk, hogy egy belső perifériára szorult megyeként nálunk a munkanélküliségi mutatók nem a legkedvezőbbek az országban. Éppen ezért ezt megelőző közgyűlés is már komoly energiát fektetett abba, hogy a munkahelyteremtő beruházásokat részesítsék előnyben így. A munkahelyteremtésre mintegy 60%-a került annak az 53 milliárd forintnak, ami a megyei keret, és ennek az emelkedése is a későbbiekben és az elmúlt hónapokban látjuk, hogy szinte mind olyan beruházásra ment, ami munkahelyteremtő és munkahelymegtartó. Amit pedig a turizmusról érdemes tudni, hiszen a Tiszató térségében Jász-Nagykun-Szolnok megye erős, és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejlesztéseket és a turisztikai attrakciókat érdemes és
és szükséges is fejleszteni, hiszen a fejlesztésre szoruló beruházások között több önkormányzati és több magánbefektetés is létezik. Ezeknek az összefogása nélkülözhetetlen a Tisza-tó térségének sikere érdekében, de a megye más turisztikai régióinak a sikerében is nélkülözhetetlen, hogy az önkormányzat és a vele együttműködő vállalkozások megfelelő támogatást kaphassanak. A Tisza-tó térségi fejlesztési tanács elnökeként kérdezem, hogy milyen turisztikai szezonra számít, például egy abátszalóki szabad strand, vagy egy berekfürdői gyógy- és strandfürdő tükrében. Ez egy jó kérdés. Most a napokban, mióta május hónapban fokozatosan újra nyithattak a vendéglátóegységek, és az emberek kimerészkedtek a szabadba, a szabad levegőn végzett sportolás és a szabadidő hasznos eltöltése, az látjuk, hogy milyen új perspektívát nyitott a Tisza-tónak és a szabadtéri turizmusnak. Ahogyan az éttermek teraszai újra kinyithattak, és lassan az elmúlt héten már mutatták az éttermek, hogy beülős vendégeket is fogadhatnak, és a szállodák is és panziók is újra nyithattak. Ez gyakorlatilag a vendégforgalmon keresztül egy nagyon komoly indikátor számunkra, és látjuk, hogy ha újra is kell pozícionálni picit a Tisza-tavat és a Tisza-tó környéket, akár a megyét, akkor sem lesz különösebb probléma, hiszen kezd magára találni a belföldi turizmus. Talán pont a világban zajló pandémiás helyzet az oka annak, hogy sokkal jobb biztonságban érzik magukat az emberek, főleg egy olyan megyében, mint Jászlóskun-Szolnok megye, ahol ilyen csekély a fertőzöttek száma, és ahol ilyen magas a higiénia szintje. Innen indult Jászlóskun-Szolnok megyéből a kézmosás is, és az a fajta több száz éves hagyomány, ami bennünket a higiéniához köt, vagy még a kalandozásokból a zuhanyzást is mi találtuk föl. Ez gyakorlatilag bizalmat ébreszt a megye iránt, és a belföldi turisták is nagyon nagy örömmel és szívesen látogatják a megye turisztikai attrakcióit. A veszélyhelyzetben felértékelődött a helyi termelők, a helyi termékek és magának a piacnak is a szerepe. Hogyan értékeli ezt elnök úr, és milyen perspektívát vetít előre? Nagyon fontosak a helyi piacok. Nem csak azért, mert a munkahelyteremtésben és a megye gazdasági felemelkedésében komoly szerepet játszanak, hanem azért is, mert láttuk a pandémiás helyzetben, hogy milyen komoly nehézségeket okozhat a lakosság ellátása abban az esetben, hogyha a logisztika leáll. Ezért is nem álltak le végül a szállítmányozó vállalatok, és aki külföldről importált élelmiszereket forgalmazott, ő is, ha kicsit hosszadalmasabb úton, de beszerezett és forgalomba hozhatta a választékbővítő élelmiszereket. De a hazai ellátási lánc, és legfőképpen a rövid ellátási lánc, ami közvetlenül a termelő és a fogyasztó között a lehető legrövidebb úton ad lehetőséget az áru forgalmának, ez hatványozottan felértékelődött. Felértékelődtek a termelői piacok, hiszen nagy légtérben, friss levegőn lehet vásárolni, talán így a kontaktok száma is csökkenhet, és a vírus és a kórokozók átadásának lehetősége is. De az is nagyon fontos, hogy a helyi élelmiszerek különleges minősége áll legközelebb a mi szánk ízéhez, és az a minőség, amit a szomszédos lakosok, a termelők előállítanak a számunkra, ismert, ismerős, és már rendszeresen hozzászoktunk, megismertük az ízeiket, megszerettük az ízeket, nem is szívesen cserélnénk rá tömegélelmiszerekre, ezért is mindenki, akinek vannak helyi termelői, akik beszállítanak a konyhára, azok nagyon szívesen választják ezt a választékot. De azt is fel kell itt sorolni, hogy a megyébe érkező turizmus a vendégek számára sem mindegy, hogy milyen helyi ízekkel, milyen helyi specialitásokkal találkozhatnak, hiszen a vonzerőt nem csak egy természeti adottság adhatja a megyének és annak a turisztikai desztinációinak, hanem azok a különleges ízek, azok a különleges receptek, a helyi specialitások, amik csak itt érhetőek el, és hogyha bárki ide érkezik, elsősorban helyi specialitásokkal szeretne megismerkedni. Ezért a Tisza-tó környékén is, és Jászlóskun-Szolnok megye más településein is, azok a vendéglátó egységek élvezhetnek nagyobb figyelmet, és a későbbiekben ők lehetnek azok a húzó, felvásárló erő a helyi élelmiszerekre, akik forgalmazzák a helyi élelmiszereket, és helyi specialitásokat kínálnak az ide érkező vendégeknek. Azt is fontos tudni, hogy megújulnak a megyében a termelői piacok. A termelői piacokon keresztül a helyi választék is bővül. A helyi választék megismerésén keresztül az a fajta gazdasági kohézió is erősödik, ami termelés fogyasztók között nélkülözhetetlen. És ebben a Jászlóskun-Szolnok megyei önkormányzat mindig is élen járt, hogy a helyi termékek számára megfelelő kapcsolatot és megfelelő piacra lehetőséget biztosítson a fogyasztók felé. Elsősorban a helyi fogyasztók felé.
Éppen ezért van egy kezdeményezésünk, ami Alföld Szíve Kamrája néven magának a megyének a termelőit igyekszik összefogni, és a termelők árujának egy kínálatban való megjelentetése a pandémia által is komoly felkészülést igényel tőlünk, és már most az internetes és házhozszállítás, internetes rendelés, házhozszállítás, valamint a kiszállításon felül a helyben jövők kiszolgálása is lehetővé válik a Alföld Szíve Kamrája kezdeményezésen keresztül. Először a helyben jövőknek szónokon, de az internetes vásárlás az egész megye területén, sőt a megyén kívül is elérhető lesz ez a szolgáltatás. A Nagykun gazdák felajánláson vettek részt, mi volt ez és várható ennek folytatása? Igen, várható ennek a folytatása, hiszen minden évben hagyományosan megrendezésre kerül a Magyarok Kenyere program, amely most is ebben az évben is összegyűjti a megyéből érkező felajánlásokat és a rászorulók számára eljutatott kenyér felajánlással és liszt felajánlással igyekszik enyhíteni azokat az ellátási nehézségeket, vagy azokat az anyagi problémákat, ami adott esetben egy család, egy rászoruló család saját ellátásával összefügg. Az a 130 tonnányi gabona, ami az elmúlt évben összegyűlt a Magyarok Kenyere programban, az mutatja, hogy a megye gazdálkodói mindig is szolidárisak voltak a megye lakosságával, és a szolidaritásban benne van az is, hogy ahol csak lehet, segítik és könnyítik az önellátásra való berendezkedés lehetőségét is. Ezért a napokban a nagykunsági gazdák felajánlásából a karcagi és kenderesi gazdák 2000 palántát ajánlottak föl olyan rászoruló szolnoki családoknak, ahol még megvan az önellátás képessége, még megvan az a kis kert, amit a ház körül tudnak gondozni, még megvan az a tudás, ami ahhoz kell, hogy ápolják, gondozzák a növényeket, és abból fogyasztásra kész élelmiszert, itt jelensebben paradicsomot és paprikát tudjanak termelni. A nemzeti összetartozás éve van, milyen programmal készülnek? Hát a nemzeti összetartozás éve egy nagyon, nagyon komoly sebb a magyar társadalom lelkén, főleg akkor, amikor látjuk, hogy ebből egy-egy szomszédos ország, mint hogyha gúnyt kezdene űzni. Számunkra a trianoni tragédia, ami a nemzeti összetartozás századik évfordulós megemlékezéseit megalapozta, ez mindenféleképpen elgondolkodtatja a magyarságot, és az összetartozásban, az összetartozáshoz fűződő alkalmak megélésében talán még mélyebb és még meghittebb lesz az a pillanat, amit együtt fogunk tölteni ezen alkalommal. Idén, 2020. június 4-én egy olyan internetes megemlékezésre készülünk, amely nem csak a megye lakosságát, nem csak az ország lakosságát, hanem a határon túlra szakadt testvérmegyéinket is igyekszik bevonni, bekapcsolni abba a körbe, akikkel a megemlékezést együtt közösen tudjuk megélni. És az is nagyon fontos, hogy ezen alkalommal olyan megjelenést szánunk a nemzeti összetartozás évében a lakosságnak, ami megjelenésben benne van a lakosság gondolkodásmódja, és hogy ki hogyan éli meg azt a tragédiát, amit a nemzet részeink elszakítása okozott számunkra. Ennek a megjelenésében talán a képi megjelenítés az, ami leginkább mutatja egy társadalomnak az erejét és azt a képi látásmódot, amivel szeretnénk magunkban megerősíteni identitásunkat, nem csak nemzeti identitásunkat, és nem csak a Kárpát-medencei magyarság identitását, hanem a világ más részeibe szakadt magyarságot is igyekszünk megszólítani, és mindenkit arra késztetni, hogy figyelje ezeket az eseményeket 2020. június 4-én, amikor Jász-Nagykun Szolnok megye az Összefog kampány keretén belül egy identitás és a nemzeti összetartozás emlékét felelevenítő alkalmat internetes módon fog majd közreadni. És a Facebook oldalunkon, közösségi médián keresztül lehet majd követni. Kérem, hogy addig jelöljék be a Jász-Nagykun Szolnok megye önkormányzatot, és az önkormányzat híradásába vegyenek részt a karcagi polgárok is. Elnök úr, én köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is, és mindenkinek vírusmentes jó egészséget kívánok. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!